tüzesen süt le a nyári nap sugáran, nem az a juhászbojtárra az ég tetejéről, hanem a strandröpi szerelmeseire, és nagyon örülünk annak, hogy ennek az időjárásnak az ellenére is, hiszen nagyon meleget mondott mára, mindannyian itt vagytok és eljöttetek, hogy ismét egy fantasztikus nap elé nézzünk. A bajnokságunk nemzetközi vélet, hiszen érkeztek hozzánk a Párciumból is csapatok, mégpedig Tasnádról, Zilachról és Szatmárnémetiből, és Szlovákiából is Királyhelmecről, és természetesen nagy szeretettel üdvözöljük a belföldi, a hazai csapatainkat is. Nagy szeretettel köszöntöm Nyírbátorváros önkormányzatának képviseletében Horvátné Karsai Hédi alpolgármesterasszonyt, és azt kérem, hogy ő is üdvözölje a kedves vendégeket, és nyissa meg a 6. strandröplabda bajnokságot. Köszönöm szépen Edittének, a felvezetőt. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Hát én ezt tavaly is elmondtam, és az idén is el fogom mondani. 2 évvel ezelőtt még én is itt a homokon próbáltam, hát aktívan passzív tagja lenni az egyik röplabda csapatnak. Remélem sikerült minél hátrébb végezni a csapatnak az én segítségemmel. De mindegy, lényeg az, hogy én nagyon szeretem a röplabda sportot, önmagában a sportot is nagyon szeretem, úgyhogy nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy az idén is én jöhetek megnyitni ezt a 6. bátori sportnapot. Nem csak Nyírbátorváros lakosságának, az önkormányzatnak is nagyon fontos a sport és a sport támogatása. Ez az idén is több mint 40 millió forintból, vagy 40 millióból valósult meg, hogy az egyesületeink részére támogatást adtunk. Ez a rendezvény is önkormányzat által támogatott, de nem mehetünk el amellett, hogy természetesen egy másik verseny is zajlik. Ez pedig a Dragon rész, ahol már bemelegítenek, és gyakorlatilag már lassacskán el is kezdik az első futamot. Természetesen ez a nap úgy fog eltelni nektek, hogy nagy versennyel és nagy kacagásokkal remélem, és hatalmas barátságokkal és kocintásokkal, de hogyha mégis belegondolunk egy kicsit a mélyébe, akkor át kell gondolnunk azt, hogy nekünk nagyon fontos az utánpótlás, és Nyírbátorban rendelkezik most már röplabda szakosztály utánpótlással a város, amelyek nagy-nagy szeretettel és tisztelettel az egyik nagyon jó ismerősöm, Kocka Jani, Hegedűs Sanyiék a gimnáziumból karoltak fel, és most már egészen kicsi gyerekek is részt vesznek ebben a sportágban, és próbálnak egy picit bekapcsolódni. Természetesen ők a nagyokat is bevonták, és örülünk nekik, hogy ők is részesei most már ennek a versenynek. Évek óta segítik a tanárok csapatait is, illetve most már amatőrökben is részt vesznek. Nyírbátorvárosnak nem csak maga ez a verseny megrendezése nagyon fontos, hanem az is, hogy jól érezzétek magatokat ezen a napon. Ennek érdekében mindent megtesz a város és a segítők, úgyhogy nekem nincs is más tisztem, mint egy picikét körbejárva megköszönni azoknak, akik ezt a mai napot létrehozták, és egy-egy tapssal köszönjük meg neki. Ő pedig nem más, mint Mada István és az ő csapata, családja. Köszönjük Istvánnak, hogy újra itt van köztünk, és természetesen tavaly is, és az idén is nagyon sokat tett ezért a rendezvényen. Köszönjük Nyírbátorváros önkormányzatán belül ez a kulturális központ, aki átvette a szervező szerepen, illetve az ő munkatársai, és köszönjük természetesen a Sárkány Wellness és Gyógyfürdő újra biztosította nekünk ezt a helyszínt. Gratulálunk, mert a szoros meccsen is, de nyertetek. Mi volt a győzelem kulcsa? A csapatjáték. Most játszunk így először, és... Hát akkor ez egészen jól sikerült. Ennél csak jobb lehet már most a mai napon. Hát ki a legjobb a csapatban? Mindenki hozzátette a saját erősségét ehhez a játékhoz. Milyen céllal jöttetek? Nyerni. Végső győzelem? Hát reméljük. Reméljük, legalább a döntőig eljutunk. Aha. Tavalyi eredmény milyen volt? Vagy volt korábban? Másodikok lettünk talán tavaly. Hát akkor onnan csak előre lépni. Reméljük, igen. Ki lesz a következő ellenfél? Még nem néztük meg, de fontos, hogy játék közben így mi együtt jól érezzük magunkat. Mi volt a kiválasztás szempontja? Láttam, neked néha volt némi nézeteltérésed a labdával. Én még most játszok így igazából a Sandkézit, így hivatalosan itt. Egyébként Röpi, Sandröpit, bocsánat. Ő kézilabdázott. Igen. Igen, azt jó, azért tisztázzátok, hogy ezzel... Jó barátságban van a labdával. Jól van az. Neked van valami közöd a röplabdához? Igen, röplabdáztam középiskolában, meg hobbi szinten az egyetemen.
mert úgy láttam az egyik, aki te voltál, aki sok pontot szerzett, plusz a csapatkapitány, és miért te lettél a csapatkapitány? Hát ez te vagy a legnagyobb. Igen. Hát, meg talán én tudtam a korábbi évben legjobban játszani. Jól van. Hát gratulálok, és akkor sok sikert a következő meccshez is. Köszönjük szépen. Megkezdődött a 6. Nyírbátori strand röplabda bajnokság, ilyenkor a szervezőnek a szíve hevesebben ver, vagy pont, hogy megnyugodtál inkább? Hát örömmel konstatáltam, hogy megérkezett valamennyi csapat a várakozásnak megfelelően, bíztam benne, hogy mindenki el tud jönni, a határon volt egy kis fennakadás. De én bízom benne, ahogy láttam a játékosokat, régi ismerősként üdvözöltük egymást, hogy igen, lesznek kemény mérkőzések. Egyébként minden rendben van. Én úgy gondolom, hogy igen, ha a kamerával végigpásztázatok a terepet, akkor látjátok, hogy mennyi örömteli arcot látunk. Hatodik Dragon rész, és azt mondják itt a fiúk, akikkel beszéltem, ez a kedvenc versenyük. Tehát ez nagyon bejött ez a verseny, és úgy tűnik, hogy nem a résztvevők száma, hanem inkább a minősége minősíti a versenyt, nem? Hát én azt gondolom a résztvevők száma is, mert én azt gondolom, hogy most is megtettünk mindent azért, hogy sokan legyünk és rengetegen legyünk, és azt gondolom sokan is vagyunk, meg közel 300 főnél jár a nevezésünk, úgyhogy szerintem ez nagyon jó. Nem kicsi, valóban. A lányok majd megmondják a nap végén, hogy mennyi lesz, ugye, mert folyamatosan most is jönnek a friss regisztrálók, akik eddig nem gondolták úgy, hanem a csodálatos napfényre váltak. Na hát a helyszín az meg ugye, hogy miért szeretik ezt a versenyt, hát nézz körül, csodálatos fürdőnk van, városunk van, aki mindent megtesz azért, hogy legyen egy ilyen csodálatos sportnap, azért ez minden magáért beszél. Gratulálunk neked! Milyen volt a pálya? Hogy láttad? Hát nagyon futós volt, iszletesen élveztem. Homokos volt a talaj, ami futásnak nem igazán kedvezett, de kiadtam igazából magamból mindent. A pázadós feladat szivatott meg egy kicsit, és egy olyan fél perc előnnyel érkeztem a második helyezett versenyző előtt ez a feladathoz, aztán nem tudom, valahogy egy percre hamarabb el tudott indulni, ügyesebb volt sokkal, én meg bénáztam. Aztán utána kellett rákapcsolni a futásra. Az akadályok nagyon jók voltak a végén. Az utolsó akadály volt az, ami kifogott rajtam, vagyis az utolsó előtti. Nagyon-nagyon csúszott, kezemet fel is szakította az ujjaimnál a bőrt, úgyhogy úgy gondoltam, hogy jobb, hogyha a büntetőt csinálom. Melyik hanyadik versenyed volt ez idén? Idén? Nem tudom, sokadik. Voltál már itt egyébként Nyírbátorban? Igen, voltam. Akkor szereted ezt a versenyt? Igen, nagyon szeretem Margit is, még Margit is, Zolit is szeretem. Nagyon-nagyon szeretem ezt a versenyt. Mindig meg szoktam kérdezni minden évben, hogy a rangja, milyen a rangja, de hát jó, látom, tulajdonképpen szinte profi futók járnak vissza, tehát ez azt mutatja, hogy van rangja.
Igen, tehát azt tudom mondani, hogy az elit futók ugyanúgy elindulnak ezen a versenyen, és ez nem mondhat olyan más versenyeket, tehát nem mindenki tisztelnek meg ilyen szintű futók és ilyen versenyük, ugye van köztük Európa bajtok, világbajnok ebben a sportágban, tehát én azt gondolom, hogy a rangját mindenféleképpen emeli. Nyilván van hová fejlődni, mint mindenkinek, de szerintem a fejlődés állandó, ahogy egy szakavatott kollega szokta mondani, úgyhogy megyünk tovább. Tudom, hogy egy klubból érkeztetek? Első három helyezett egy csapat, igen. Szerelte vagyunk az országba. Budapest, Debrecen, Érd. És a csapat? A csapat az Duna, Varsányi székhelyű, magyar futósport egyesület. Ja. Csak és kizárólag akadályfutásra? Nem, aszfaltfutás, terepfutás, mindennel. Megvannak a külön szakosztályok, mi az akadályfutásos szakosztály vagyunk. Ez a Nyírbátori verseny, a verseny egy sorába hogy illeszkedik be? Milyen versenynek tartod ezt? A kedvenc futamunk, nagyon jó hangulat, nagyon jó a társaság, jók az akadályok. Egy kicsit nagyon futós volt. Mi fogott meg legjobban? Hát most a meleg meg a futás. Itt nagyon egybefüggő hosszú futás volt. Az ott kivett sokat. De izgalmas volt, jó volt a verseny. Melyik volt a legtrükkösebb akadály? Itt az utolsó előtti. Hát ez már erő, ugye? Igen, hát nagyon kellett nyomni, úgyhogy ott már erő nem sok volt. Láttam, már sok büntető köcögdeltél, ha jól láttam. Hát, kellett, igen. Szükség volt rá. Sokat kivett belőled? Szerintem leginkább a futás. Azt meg már inkább eltaktikáztam, hogy maradjon még ide a végére. Lesz egy fejes utána a medencébe? Simán, azért jöttünk. Itt lubickoltok, mint hal a vízben ebben a mezőnyben. Hogy érzitek magatokat ezen a tornán? Jól érezzük magunkat nagyon. Hát mi Willivel már megszokott páros vagyunk strandon. Eddig, amin elindultunk, azt megnyertük, de az 2-2 ellen, ezért ez teljesen más kávéhez. Jól érezzük magunkat, jó hely, jó az idő, úgyhogy igazából minden tökéletes. És William, hogy érzi magát? Yeah, I like too much the nagyon szeret Magyarországon lenni, nagyon szeret Debrecenben lenni, és nagyon szereti ezeket a strandröplabda bajnokságot különböző városokban, ahol vannak rendezve. Az is nagyon tetszik, ez a terület is nagyon tetszik nekünk, nagyon jó a csapatunk, jól érzi magát, jó az időjárás. Ez most csak nyári szabadság nektek? Már elkezdtük az alapozást ezen a héten, a Deacnál, mind a ketten a Deac NB1-es csapatába játszunk. Elkezdtük az héten az alapozást, ez olyan levezető a hétre. De itt azért ez túlzás, ahogy ti játszotok, nem? A többiekhez képest? Hát, de most, hogyha van ilyen lehetőség, akkor elindulunk mindenen ilyen, ami lehet. Főleg, hogy ő is hozta a barátnőjét, én is hoztam az enyémet, úgyhogy igazából jól el vagyunk. Tőle is kérdezik. No, but I think yes, but have people who know play volleyball and I come for fun, for only diversion, for fun, yeah. Hát, hogy itt vannak csapattársaink is, vannak olyan emberek, akikkel azért összefutunk a minden évben. Nem tudtuk, milyen mezőny lesz, fogalmunk sem volt igazából, tehát minket is Lakatos Hati barátunk hívott be ide, nem tudtuk, hogy milyen lesz a mezőny, de tudtuk, hogy jönnek váran akik a csapattársaink, de igazából őt annyira nem is ez érdekli, érezze jól magát, jól érzi magát, és csak kikapcsolódni jön ide. De azért nem baj, ha megnyeritek, gondolom ez most már cél. If you win? No, it's not for us, it's good. Jó lesz az, ha megnyerjük, igen. Örülünk ide.
Gratulálok neked. Köszönöm szépen. Megmondanál a neved? Nagy Adrián. A fiúkat lenyomtad, nagyon kemény vagy. Milyen hát, volt a pálya? Volt. Nagyon meleg. Forró, száraz. Igazi sárkányok földje. Hányadik versenyed ez itt Nyírbátorban? Első. Még nem volt. Hogy kerültél ide? Már látom ugyanazzal a klub. Obstacle Course Racing akadálypályás futás, ez is egy ilyen verseny. Ajánlották a fiúk, hogy a többi? Igen, a barátaim ajánlották. Beváltotta a reményeket? Igen, nagyon tetszett. Jó volt, köszönöm szépen. Gondoltad volna, hogy megnyered, amikor elindultál? Hát reménykedtem. Még jön a másik versenytársam, barátnőm, és ő is olyan ügyes, úgyhogy vele kellett megmérkőzni. Melyik rész volt a legnehezebb? Futás, hosszú futások, frissítés nélkül. Az nagyon tikasztó volt. Én azt hittem, hogy ezek az akadályok, bár te végigjöttél az akadálypályán. Olyan sok akadály, inkább futás volt. Semmiatt ugye, így a kellett jobban megküzdenünk. Egy akadályfutó nem szereti a futást? Hát inkább az akadályokat, azért akadályfutó. Ez az idője a Nyírbátori hanyadik versenyed idén? Hát olyan ötödik nagyjából. Általában hol szoktál végezni, élmezőny? Igen. Igen. Mindig nagyon örülök neki. Van sportmúltad, vagy ez a főst? Ez az OCR, ez a sport. Tavaly kezdtem. Ja, hát mert az ember kiskorában nem akadályfutónak készül. Egyáltalán. Ez még egy új sportág viszonylag, úgyhogy még sok várat magára. Miért kezdted el az akadályfutást? Hát én hagyományosan nagyon szeretek futni és falat mászni, és akkor ezért nagyon remek ez a verseny, hogy ez a 2.5 ötvöződik benne. Még egyszer gratulálok neked. Nagyon szépen köszönöm. Gratulálok, köszönöm, nagyon jó eredmény volt, fiúkat is megszégyenítő eredmény volt. Ja, volt valami különös kihívása ennek a pályának, vagy az egész pálya az volt? A legutolsó akadály azért nagyon nehéz volt, az nem is sikerült, csak félig. A többi az egyébként teljesíthető volt. Kiharcoltam a csúszdát, az benne volt, úgyhogy én annak örülök. Hol úszott el az elsőség? Igazából Adri nagyon erős ellenfél, úgyhogy tudtam, hogy valószínűleg őt nehéz lesz megfogni. Így most felborult, vagy megborult az, hogy én vagyok az első mindig, mert már évek óta én nyerem a mezőnyt, de nem baj. Hogyha van egy erősebb, akkor neki nagyon gratulálok. Nem látszol nagyon szomorúnak. Nem, egyáltalán nem. Adri csapattársam, úgyhogy nagyon büszkén viselheti az első helyet. De úgy tudom, hogy ő ráadásul nem is olyan régen kezdte, egy éve kezdte az akadályfutást. Hát, igen, de... Ügyes nagyon. Nagyon ügyes. Meg hát ő azért egy sportos csaj, minden sportban benne van. Hát és te? Csak, milyen másik sport van még emellett? Mert azért hát úgy nézel ki, mint aki sportoló, igazi. Hát én ezt csinálom, a terepakadályfutást, semmi mást. És mitől lehet rákattani a terepakadályra? Izgalmas, változatos, megvan mindenféle táv, mindenki megválaszthatja a számára legkedvezőbbet, függőséget okoz. Aha. Tényleg? Igen. Hát az ember, hogyha nem indul versenyen, akkor már baj van? Már hiányzik, igen. Igen. Én próbáltam egy picit lassítani, meg abba hagyni, de aztán mindig volt egy-egy olyan verseny, ami miatt vissza kellett jönni. Mennyi edzés kell egy ilyen versenyhez? Én főállás mellett csinálom, állatorvos hivatás mellett, úgyhogy azért nem élsportoló jelleggel űzöm ezt. De a bika elől már el tudnál futni. Igen, de azért hetente egy 8 edzés, biztos kell 8-9.
És mit, kilométert kell gyűjteni, vagy inkább erőt? Kilométert, szintet, fogáserőt, állóképességet, ügyességet, ilyesmi. Zolinak a versenyeim meg azért mindig vannak olyan cseles akadályok, amihez nem az erő, meg nem a futás, meg nem az állóképesség kell, hanem az ész, meg a fondorlatosság. Nyilván jó pár akadály versenyen vagy már túl. Ez a Nyírbátor, ez milyennek számít a többiek között? Nekem ez személyes kedvencem, úgyhogy Zolinak mindig megígérjük, hogy lejövünk. Szerintem ez egy jó versenynek számít. Akadályok terén nyilván van olyan, ami OCR jellegben sokkal durvább, de szerintem az ő versenyei nagyon változatosak, nagyon ötletesek, nagyon családiasak, személyesek, úgyhogy mi nagyon szeretjük. És minőségét tekintve, a verseny minőségét tekintve? Nagyon rendben van minden téren. Nagyon köszönöm, szeretjük. Köszönöm szépen. Vagy a legbüszkébb ebben az egész Dragon Race sorozatban? Hát én a csapatra, aki mellettem áll folyamatosan, mert mindig én állok itt a kamerák keresztüzébe, és mindig én nyilatkozom, de a csapat a legfontosabb, aki mögöttem áll, és nélkülük ez nem jönne létre. Ugye hát nyilván meg a városra vagyok a legbüszkébb, hogy helyt ad egy ilyen versenynek, és ezt nem mindenki tenné meg. Mit gondolsz, a megyében ez alaposan népszerűsíti az akadályfutást, mint sportágat? Szerintem igen, mindenféleképpen ugye megyében van három hasonló szintű verseny. Én azt gondolom, hogy semmivel nem vagyunk tőlük lemaradva, sőt, szerénytelen nem akarok lenni, de szerintem az elejében vagyunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem csak a megyében, az országban szerintem ott vagyunk a top 5-ben, és ez nagyon-nagyon nagy szám, úgyhogy egy évben 40 ilyen verseny van. Mi az idei új trükkös akadály, amire esetleg nem számíthattak a versenyzők? Mindig van egy főszponzorunk, ugye az MSK Hungary, és az ő általa megtervezett keretre próbálunk ilyen újfajta fogóelemeket föltenni. És látom, elég rendesen megtréfálja ez a fiúkat, nem is nagyon megy mindenkinek. Eddig még nem volt sikeres teljesítése, azt mondom, mindenki inkább a büntetést választotta, bár az sem volt könnyebb, de én azt gondolom, hogy a kihívás az folyamatos nekik. Na jó, de hát azért csak érdemes olyat készíteni, amelyiket legalább egy-két ember, vagy mondjuk 8-10 le tudja küzdeni. A pro kategóriás versenyzőknek a feladatok nehezebbek, míg a normál futam el fog rajtolni ugye a fél egykor a habparti után, és őnekik átszereljük a pályát is, egy könnyített verzióban mennek, hogy élmény legyen. Tehát élmény futammal szeretnénk tervezni ezt a következő kört, a normál futamot. Van olyan versenyzőtök, aki mind a haton részt vett? Igen, folyamatosan, és nem is egy ember az, aki a mind a haton részt vett. Úgyhogy... tulajdonképpen nekik bérletük van ide. Igen, ide bérletük van, és ők már gyakorlatilag a Dragon részese versenyzőjévé is váltak, úgyhogy ők mindig itt vannak. Látszott, hogy azért a röppapa nem csak a múltjából él, nagyon szép pontokat is csináltak, de hát azért a fiatalság csak legyőzte itt a tapasztalatot. Milyen volt a meccs? Örülni tudok, hogy a fiatalság legyőzi az idősebbeket, ez a természetes dolog. Mi azon vagyunk mindig, hogy a fiatalok fejlődjenek és minél jobban játszanak. Technikailag még képzetlen a csapatunk, úgy tűnt nekem itt a meccs folyamán. És egyébként jól éreztük magunkat. Mindig jól érezzük magunkat ezen a tornán. Azért gondolom a következő meccsen mégiscsak az a cél, hogy győzzenek. Minden meccsen az a cél, hogy győzzünk, ez egyértelmű. Amindaddig, amíg le nem fújták a meccset, mi küzdeni fogunk. Mit kell tudni a röppapáról? Mennyien tagjai ennek a csapatnak? Hát edzésen olyan 16-17 fő szokott megjelenni. Abból van most kettő csapat itt, ugye, mert a másik részünk az ott van, egy pedig szabadságon van, a nyári szabadságot, tehát körülbelül ennyien szoktunk lenni, tehát egy három csapat kikerül volna közülünk. Nem a legjobb felállással érkeztünk, de akkor is itt vagyunk. Ez részben egy baráti társaság is gondolom, de mi az igazi közük a röplabdához? Hát mi... Mindenkinek volt köze?
NB1-es játékos is van közöttünk, NB2-t megjártuk szinte, akik az idősebbek, majdnem mindannyian, ott NB1 alatt, és hát egész az új fiatalokat, akik beintegráltunk, azok vannak még közöttünk, nekik még azért tapasztalatot kell gyűjteni, sokat kell gyakorolni, de lényegében nekünk egy ilyen tömegsportszerűvé vált ez a dolog, már nem a versenysportnak vagyunk, hanem azért, hogy minél többet mozogjunk és jól érezzük magunkat. A röppapáknak örül a szíve, hogy Nyírbátorban úgy tudom, hogy ismét meghonosítják a röplabdát? Hát nem ismét meghonosítják, hogyha helyesbíthetek, hanem már megvolt ez a röplabda, meg is van, mind női, férfi vonalon, hanem felújították, és egy teljesen új csapatot kezdenek építeni, ami nagyszerű lesz, remélem, és sok sikert kívánok mindenkinek hozzá. Hát az a helyzet, hogy én figyeltem, a pálya az egyes pálya felé lejtett. Azért mindig gyanús az, ha a szervezők is játszanak, és ráadásul fölényesen nyernek. Na most félretéve a viccet, nagyon jól játszottatok. Milyen csapat ez a tiétek? Baráti vagy milyen? Egy évek óta alakult csapat. Minden évben frissítünk egy-egy tagot, vagy visszajön egy-egy régebbi tag, de ugye a mag az már jó pár éve együtt játszik. A csapat egyik ásza Attila volt. Gratulálok, szenzációsan játszottál. Te valamikor röplabdáztál? Hát először is köszönöm. Hát lassan 15 éve röplabdázok, úgyhogy a szüleim is röplabdáztak, úgyhogy én ebbe beleszülettem. Hát akkor így tulajdonképpen könnyű, aki az anyatejjel szívja magába a röplabdát. Hát igen, így van. Ha jól láttam így a mérkőzés folyamán, úgy tűnt, hogy folyamatosan egyenlő teljesítmény nyújtottatok. Ez nem minden csapatra jellemző, tehát akkor feltétlenül az lett a cél, hogy a végén megnyerni ezt a tornát. Jó, tudom, mindenki azt mondja, hogy igen, de hogy látod, hogy megvan az esély erre? Az esély az megvan mindig. Azért homokba bármi megtörténhet, kicsi a pálya, sokan vagyunk rajta, szóval nagyon sok labda menthető. Azért azoknak a csapatoknak jóval egyszerűbb, ahol van egy nagyon magas erős ütője, de őket is meg lehet fogni, össze lehet szedni a labdákat. Hát a véleményem arról, hogy egyenletes teljesítményt kell nyújtani, most fontos, mert rendkívül nagy a hőség, nagyon meleg van, így tudunk egy kicsit tartalékolni, úgymond, meg a későbbiekre, a keményebb mérkőzésekre egy kicsit több energiát majd belevinni. Nem tudom, volt alkalmatok nézni az ellenfeleket, a lehetséges ellenfeleket, hogy ki lehet a legerősebb? Hát már évek óta ugyanezek a csapatok jelennek meg itt a tornán, úgyhogy már jól ismerjük majdnem mindegyik csapatot, de igen, nézzük mindig a következő ellenfelet, hogy milyen erőt képviselnek. Mit gondoltok, ki lehet a legerősebb ellenfél? Hát Debrecenből érkezett egy egész profi csapat, ők, ha jól tudom, akkor a másik csoportban vannak, de odaérhetnek a végjátékra. Egyébként milyen forró a homok, amiben játszotok? Hát rendkívül forró, úgyhogy szeretnénk, hogyha a következő meccsünkön egy kis frissítés érkezne a pályára. Jó, és kihasználjátok, hogy itt vagyunk végül is a sárkányfürdőben? Vagy ki lehet ezt használni, vagy ilyenkor nem szabad meccs közben? Már torna közben. Kihasználjuk, ahogy abba hagytuk a beszélgetésünket, megyünk egyből a hideg vízbe. Hát akkor hajrá, jó nagyot ugrani, de egyébként, hogy is mondjam, azért oda lehetett volna figyelni a röppapákra egy kicsit, nem, hogy ennyire nem megverni őket. Már csak tiszteletből is. Hát szerintem tiszteltük őket, és egy jó játék volt. Ja, pont azért kellett így megverni őket, mert tisztelt. Nem, ez most így sikerült, így jött össze. Nekünk kijött a lépés, nekik kevésbé, majd a következő meccsen gyakran.